Füstjelek. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit! Ma reggel Jakab Apostol levele harmadik fejezetének 17. verséből szeretnék egyetlen egy gondolatot kiragadni a legelejét a Biblia versnek, ami így hangzik. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta. Itt ezután következik egy felsorolás, a felülről jövő bölcsességnek a jellemzését láthatjuk itt. Egyáltalán miről is szól az ezt megelőző néhány vers, az Ige bemutatja, az Úr bemutatja nekünk, hogy van kétféle bölcsesség. Van bölcsesség, ami a földi észjárás szerinti, ember szerinti bölcsesség, és van egy másik fajta bölcsesség, a felülről jövő bölcsesség és a felülről jövő bölcsességet jellemzi a 17. versben a Szentírás, és mi ennek is az első gondolatát ragadjuk ki. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta. Mindenek előtt szeretném azt a gondolatot megjegyezni, hogy az ige azt mondja, hogy a bölcs emberek fognak üdvözülni. Akik a felülről jövő bölcsességet és a felülről jövő bölcsesség szerint élik az életüket. Bölcsesség. Mit jelent a Bibliában a bölcsesség? Ki az az ember, akit az ige bölcsnek nevez, nem az emberi értelemben vett bölcsességről van szó, hanem az Isten szemében. Máti evangélium a hetedik fejezetében azt olvassuk, Jézus azt mondja, ha valaki hallja tőlem az én beszédeimet, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette a házát. Tehát, aki hallja az Isten beszédét, és megcselekszi, azt nevezi Bölcsnek. Tehát nem valami iskolai végzettséghez kötött az Isten szerinti bölcsesség, hanem az ő szavához való alkalmazkodás, a szavának az igényének való engedelmesség. Ezt nevezi felülről jövő bölcsességnek, és ez az üdvösség elnyerésének a feltétele. És nézzük meg, mit mond. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta. Mit jelent ez a kifejezés, hogy tiszta? Mit mondhatnánk erre? Milyen szóval helyettesíthetnénk? Olvasunk el először két igét Jézus kielentéseiből, és látni fogjuk, hogy az ige is milyen kielentést mond, hogy a tiszta kifejezésnek mi a, a megfelelője, a szinonimája. Máté Evangélium a 6. fejezet 22. versében a következőt olvassuk, a test lámpása a szem, ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Tehát, ha a te szemed tiszta, mondja. Nézzük meg Lukács evangéliumában a 11. fejezet 34. versben mit olvasunk. Ugyanez az ige, ugyanez a gondolat, és nézzük meg itt, milyen szó szerepel a tiszta szó helyett. A testnek lámpása a szem. Ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz, ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Mit mond, milyen szó van itt a tiszta helyet? Az őszinte, tiszta, őszinte, egyenes. És mit olvastunk az, az alapigében, Jakab apostolnál? A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta. Számos olyan felsorolás van a Szentírásban, ahol az Ige elmond dolgokat, bizonyos dolgokat egymás mellé tesz, sorak felsorakoztat bizonyos dolgokat, jelzőket vagy tulajdonságokat. Sok ilyen felsorolást látunk a Bibliában, amikor a felsorolásnak nincs rangsorbeli különbözőség benne, hanem csak egy szimpla felsorolás. De itt nem erről van szó, hanem hangsúlyozza, hogy először is tiszta. Utána még sok mindent mond, de azt mondja, hogy ez a legelső, a felülről való bölcsességet. Először is a tisztaság, az őszinteség jellemzi. Mit jelent ez? Mire hívja fel az Úr ezzel a figyelmünket? Az Isten világosság, nincs benne semmi sötétség, egyenes Istenő, nem család, igaz, egyenes. És erre hív mindannyiunkat. Azt mondja, hogy az ő bölcsessége azt jelenti, hogy az embernek nincsen hátsó gondolata a másikkal szemben, nem érdekből cselekszik, hanem tisztán és őszintén. Figyeljük meg a mai világban, mennyire szomorú ez, hogy mennyi mindent az önös érdek mozgat. Hányszor érezzük azt, hogy valamit ajánlanak nekünk, valamire rá akarnak beszélni, hogy az nekem milyen jó lesz, aztán mi derül ki hogy ott van az érdek a haszon mögött, hogy minél több mindent el tudjanak adni. Igen, az egész világ szinte azt lehet mondani, hogy megy ebbe az irányba, hogy az egyenes, tiszta, őszinte beszéd már szinte, szinte, szinte alig tapasztalható, legalábbis nagyon ritkán, egyre ritkábban tapasztalható. Fölteszi valóban sokszor az ember a kérdést, hogy minek és kinek lehet hinni. De hadd mondjam, egy emberi kapcsolat, vagy pontosabban emberi kapcsolatokban is ez az alap egymással való kapcsolatban őszinteség, tisztaság, egyenesség. Ha ez nincs meg egy emberi kapcsolatban, akkor az egész felépítmény labilis lesz és össze fog omlani. Ezért mondja, hogy a mi jellemünknek az alapja kell, hogy legyen. Ez kell, hogy a meghatározza minden cselekedetünket, megnyilvánulásunkat, az egyenesség, a tisztaság, az őszinteség, a becsületesség. Jézus Krisztus azt mondja a hegyi beszédben, Máté Evangélium a 5. fejezetében, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Mit mond? Boldogok leszünk már ebben az életben is, az ember sokszor azt gondolja, hogy úgy lehet dolgokat elérni, meg előrébb jutni, meg bizonyos célokra törni, hogyha nem vagyunk egészen egyenesek, őszinték. De mit mond az Úr, akkor leszünk igazából boldogok, mert az ő jelenléte itt lesz velünk. Boldogok, akiknek szívük tiszta. De nem csak ez vár arra a, a tiszta szívű emberre, hanem mit mond? Mert ők az Istent meglátják. Igen. A tiszta szívűek színről színre fogják majd Istent látni az örökké valóságban.